Az igazi gitárulkozás az még csak most jön. Felkészült? Sírni fogok? A poligráf, hát ha akarsz. Szeretnél. Jöjjön, aminek jönnie kell. Jó, hát akkor figyelj, nincs más hátra, mint előre. Jó. Következik a poligráfos vizsgálat Dérhenivel. Itt a 20 perc őszintén. Kezdem a kérdezést, kérem, most már nem mozogjam. Úgy gondolja, hogy néha túl sokat beszél? Igen. Ön legszívesebben minden idejét a gyermekével és a családjával tölteni? Nem. Volt már reménytelenül szerelmes valakibe? Igen. Egyik tanáromba. Tehát az megbocsájtható. Őszintén válaszolt minden kérdésre? Hát, igen. Ez kicsit bizonytalan volt. Igen? Hát. Ez itt a 20 perc őszintén, ezúttal Dérhenivel a hazugságvizsgáló után, és annál a kérdésnél, hogy őszintén válaszoltál le minden kérdésre, ott remegett be a legjobban a hangod. Aha. Ez komoly? Ja, úgyhogy izgalmas lesz ezt végigbeszélni. Igen, mert most már egy csomó kérdésnél átgondoltam, hogy eszembe jutottak dolgok. Hát ez ilyen. Amit máshogy válaszoltam, és most már másképp válaszolni. Reménytelenül szerelmes voltál a tanár úrba? Hát ez? Hát én ne, de igen. És mit tanított? Képzeld, most ezen gondolkodom, nem szociológiát. Jó. Ez gimibe volt, szociológiát, természetesen reményt. Úristen, és ha most szegény látja, hát elnézést kérek egy ilyen kis, a féle kis plátói szerelem, vagy nem is tudom, felnéztem rá. Vagy? Dehogy, nem, ja. Nem csináltam ilyet, hát és most zavarba vagyok, de te az osztálytársaimnak elmondtam. Ja, de az első alkalommal, amikor bejött az órára, hát nagyon bejött, Henny, te hülye vagy, 50 éves. De nem tudom, mi tetszett meg benne, egyszerűen, ahogy magyarázott, ahogyan okos volt, nem tudom, volt valami kisugárzása, amiben én oda meg vissza voltam, és egyetlen egy célom volt vele, ez a nagyon vicces, hogy Szalagavatón, amikor leérettségiztünk, akkor egyszer hadd táncolja, olyan jó lenne egyszer táncolni vele a legvégén. És felkért táncolni, de szerintem ő ezt érezte, vagy látta, hogy szimpatizálok vele. Nagyon cuki volt, nem történt az égvilágon semmi, tehát ilyen egyetemi sztorikról nem tudok beszámolni, de ez cuki volt szerintem. Csak annyi, hogy itt most vettél egy nagy-nagy levegőt. Hát igen, amikor ez a kérdés... nem meséltem soha, hát ne viccelj, most beültettek egyből egy olyan hazugságvizsgálóba, és most mondjam azt, hogy nem, amikor persze veszek egy nagy levegőt, mert hát most akkor őszintén vagy nem őszintén, érted? Hiszen a szellemekben?